imádom a rókákat. Hé, róka, el innen! Takarodj! Oh, Charlie! Meg akartam szelídíteni! Tudhattam volna. Te járkálsz a földszinten, Norman? Nem, nem én! Farkas! Anya! Csak semmi pánik, fiam! Felhívom tűzoltószebet! Norman! Add ide a kagylót! Nem tudom, anya! Különben felfal! Akkor kapcsold be a tűzriasztót! Bár nincs tűz, vészhelyzet van! Törd be az üveget! Mégis hogyan? Nem tudom! Dobj oda valamit! Ha itt lenne a labdám, oda rúgnám! Akkor vidd! Ott van a pult alatt! Jaj! Hát jó, megpróbálom, de csak egyetlen esélyem van! Ez már megint Dilis élelmiszerboltja. Újabb téves riasztás, ez egész biztos. Norman Price, túllő a célon. Anya, Sam nem fog már kijönni. Azt hiszi, megint tévesen riasztunk, és ez a farkas fel fog falni, mint a fiút abban a történetben. Engem is, fiam. Annyira sajnálom, anya. Az egész az én hibám. Én kapcsoltam be a riasztót, hogy visszakapjam a labdámat. Ó, Norman! Ha? Ó, ez Sam lesz! Sam az! Vigyázz, mert leesünk! Norman Price, ami sok, az sok. Mit keresnek ott fenn? Farkas a boltban! Nézze, ott a pult mögött! Egy szóra! Ez most nem vaklárma! Ez nem farkas, hanem róka. És látszólag megsérült. Ó, szegényke. Hozd a fogót, Elvis! Jaj, Sam! Úgy megijedtem! Azt hittem, nem is jönnek már ki. Minden egyes vészhívásra kimegyünk, Norman. Még akkor is, ha téves riasztásnak gondoljuk. Ne félj, haver! Nem akarunk bántani. Na szóval jól figyeljenek, fiúk! És hölgyek... Képzeljék el, hogy ez egy füstölgő biztosítékszekrény. Sam, kölcsön kérhetném a... Ne most, Norman. Épp oktatáson veszünk részt. Kihívják magukat a katasztrófa helyszínére. Mit tennének? Én tudom. Kinyitnám a dobozt és eloltanám a tüzet, uram. Rendben, nézzük meg, mi történne. Nagyobb baj lett belőle. Igen, Normannek igaza van. A levegő csak tovább szítja a tüzet, mikor kinyitjuk a szekrényt, levegő áramlik be. Érti, Elvis? Soha többé. Sam, kölcsön kérhetném a távcsövét? Az enyémet elvesztettem, és ma délután Trevor elvisz minket a hegyekbe vándorsólymot keresni. Rendben, Norman, de csak ha nagyon vigyázol rá. Tudtátok, hogy a vándorsólyom több mint 360 km/órás sebességgel is tud repülni? Nem! Na hát! Tényleg? Ez így nem teljesen igaz. A legnagyobb mért sebesség pontosan csak 292 km/óra volt. És hogy néz ki egy vándorsólyom? Nos, a felső tolla is sötét szürke színűek és... Egy vándorsólyom! Mocsi, téves riasztás. Norman! Na most meg elakadtunk. Beragadtunk a sárba! Ne pörgesse a motor! Egyszer apa is ugyanezt csinálta, de tovább süppettünk, végül haza kellett húzni a kocsit. Kösz, Mandy, de tudom, hogy kell vezetni. Elakadtunk. Az egész a te hibád, Norman. Ez nem igaz! A motor túráztatása miatt történt. Nézzétek, ott jön Tom!
Tom! Segíthetek? Nem fontos, majd megoldom. Tom, segítsen kérem, különben soha nem fogunk látni vándorsólymot. Néhány percnél nem tart tovább. Nagyon sajnálom, Mike. Nem maradok soká. Steel tűzoltó parancsnok orráról van szó. Próbáljatok meg vigyázni magatokra. Ó, végre! Nagyszerű. Most legalább kipróbálhatjuk a tűzriasztót. Működik, Dílis. És az eső is elállt. Lassan minden helyreáll. Hurrá! Végre megtarthatjuk a bulit, és elénekelhetjük a dalt a kertben. Nem tört el? Ez egész biztos? 100%. Csak egy horzsolás. Jaj, de örülök, hogy visszajött az áram. Nem szeretem, mikor Mike-ra van bízva a háza sötétben. Egyet értek önnel, Helen, de tudja, nem mindenki tud vigyázni magára a sötétben. A kolbász lassan kész! Na hát, Helen is visszatért. Anya! Ó, ez isteni. Pont időben érkeztem. És nem is kellett semmit csinálnom. Ez volt a terv. Ó, a szalvéta. Majd én hozom. Nem akarom, hogy bármihez hozzányúj, emlékszel? Segítség! Tűz van! Segítség! Helen, csinálj valamit! Hívja tűzoltó szemet! Tűz ütött ki Flódéknál! Jaj, ne! Az áramkimaradás miatt lehet. Itt is vagyok. De nem sokáig. Gyere! Értem. Tehát nem maradt senki odabent. Nem, mindenki kijött. Rendben. Penny, hozd a lélegeztető készüléket. Hozom, Sam. Menj és kapcsold le a főkapcsolót, Penny. Lekapcsoltam. Áramszünet esetén mindig el kell zárni a tűzhelyet, mert könnyen megfeledkezünk róla, mire az áram visszajön. Ahogy én is. És soha ne tegyenek semmit a platnira, főleg ne szalvétát. Egy kőomlás alá szorult James Jones aparton. Steel tűzoltó parancsnok már a helyszínen van. James Jones leomlott kövek közé szorult a parton. Radart is vigyük magunkkal, Penny. Bromwich is felhívott. Ez jó helynek tűnik, hogy elássam az érméket. Steel tűzoltó parancsnok itt biztos könnyen rátalál majd. Nocsak, ez Jupiter hangja. Megnézem, mi a helyzet. Itt vagyok, Sam. James, itt van valahol. Gyerünk, radar, keresd meg James-t. Érzékeny orrával radar pontosan meg tudja mutatni, hol van James. Így anélkül tudjuk kiszedni onnan, hogy felbolygatnánk a köveket körülötte. Jó kutya. Jól vagy, James? Igen, jól. Egy karcolás sem ért, egy kül sem ütött meg. Csak beszorultam alájuk. Penny! Hozd ki a nagyponyvát a tűzoltó autóból. Fel kell állítanunk egy óriás védőhálót további kőomlás esetére.
Hozom, Sam! Örülök, hogy ide ért Elvis. Köszönöm, uram. Ó, szia, Sam! Kint is vagy. Csak lassan, James, hadd nézelek meg. Ó, köszönöm, Sam. Kösz mindenkinek. Nem kellett volna a sziklák közelébe mennem, ahogy Steel tűzoltó parancsnok is mondta. Ezután szerencséd volt, James. De mit csináltál itt egyébként? Azt hittem, találtam valamit anya születésnapjára, de csak egy üres üdítődoboz volt. Annyira szerettem volna valami különlegeset találni. James Jones! Nem vágyom másra, csak hogy egészséges legyél. Steel tűzoltó parancsnok, mit szólna, ha még egyszer megpróbálnánk megtalálni azokat a híres érméket? Úgy vélem, elég volt már a fémkeresésből. Ne, menjen nyugodtan! Egy próbát megér. Ám legyen, jöjjön Kriglington. Mike, muszáj megjavítanod a féket a furgonban. Tudom, tudom, és hozzá is látok most azonnal. Mike! Jaj, ne! Ó, vigyük fel a dombra! Annyira jó móka lesz! Hoztam neked egy kis... Bábú! 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 Hol vagy? Felkészülni? Vigyázz! Rajt! Látjátok? Teljesen biztonságos. Most én jövök. Hisz neki ütközött a falnak, Norman. Csak mert a bábú nem tudja megállítani. Ne haragudj, Trevor. Pedig kiékeltem a kerekeit reggel. Fogalmam sincs, hol eltűnhettek azok a faékek. Felkészülni? Vigyázz! Raj! Norman Price autóversenyző átveszi a vezetést! Norman! Vigyázz a falnál! Norman! Használd a féket! Milyen féket? Bocs, Sam! Nagyon úgy tűnik, hogy nem megy nekem ez a felkelés. Szerencse, hogy ilyen csendes napunk van. Várj! Tudom már! Te húzod az egyik oldalról, én meg húzom a másikról. Remek ötlet! Kész vagy? Húzd! Jaj! Jaj, mi az? Jól vagy? Igen! Azt mondtam, húzd, nem hogy told. A lábam beszorult. Jaj, ne! Nem fog menni! Meg sem moccan! Segítség! Segítség! James! Segítség!
kíváncsiak voltunk, mi van benne, és Mandy véletlenül rám tolta. De hiszen tudtad, hogy veszélyes is lehet, apa megmondta. Tudom. Az én hibám, én tehetek róla. Nos, most már mindegy, az a legfontosabb, hogy vegyük le a lábáról. Nem megy, meg sem moccan. Hallgassátok csak. Ketyeg. Hívjunk segítséget. Kérlek, ne hagyj itt, Sarah. Te maradj csak itt, majd én hozok segítséget. Egy láda kisodródott a partra, és ketyeg. James Jones pedig alászorult. A partra szem vészhelyzet van, egy ember láda alászorult. Rohalunk, ahogy tudunk. Megkérné Pennyt, hogy addig is tartsa őket szemmel? Természetesen. Eddig tartott a csendes nap. Ott vannak. Penny, hívja Szemet! Hallak, Penny! Látom őket, Sam! A nagy sziklák lábánál vannak! Kösz, Penny! Úton vagyunk! Sam! Nagyon félek! Semmi baj, James! Mindjárt kiszabadítunk! Sarah, menj vissza az étterembe és vidd magaddal Mandyt is! Sarah! Sajnálom, hogy nem akartam veled játszani! Legközelebb együtt játszunk, ígérem! Ó, Charlie bajba került a hajón! Vízimentésre van szükség! Hajó veszélyben az öbölben! A kapitány feltételezhetően Charlie halász! A fedélzeten gyerekek is lehetnek! Süllyedünk! Süllyedünk! Segítség! Segítség! Meneküljünk! Nyugodj le szépen, Norman! A tengeren az első szabály, hogy ne pánikolj! Védj mély lélegzetet! Nézzétek! Ott jön Sam és Penny! Sam! Penny! Norman! Mély levegő! Bocsi! Bocsánat! Megsérült valaki? Nem, csak a hajó. De vele sem lesz baj, ha folytatom a víz kiszivattyúzását. Rendben. Először jöjjenek a gyerekek, Sarah. James. Te maradj itt és segíts Charlie-nak, Norman. Tessék! De én... Rendben. Maradok. Kösz, Norman. Ügyes vagy. Kivontatunk innen, Charlie. Együtt kell visszaterelnünk a bálnaborjút a nyílt tengerre, mehet? Igen, szerintem Normannel együtt sikerülni fog. Sosem volt még ilyen boldog. Szerinted így köszöni meg? Viszlát, kis bálna! A horgászásból jó kis kaland lett végül. És tulajdonképpen ki nyerte meg a versenyt? Szerintem mindannyian nyertünk. A hal ekkora volt. Nem is, inkább ekkora. De szerencsére... elúszott! Szerencsére? Hogy érted azt, hogy szerencsére? Mi olyan vicces? Nem értem, Norman. Ennek isteni az illata. Ma nem én vagyok a szakács Helen. Fel is teszem a lábamat. Muszáj beérned az én főztömmel és a két ügyes kis kuktámnak a segítségével. Szia, Dilis! Hol van Norman?
Ó, nos, inkább gördeszkázni ment. De nézd, mit készített nekem anyák napjára. Az meg mi? Szerintem ez egyszerűen csak egy fadarabba kalapált műanyag kupa. James, ne szemtelenkedj! Ez egy gyertyatartó. Remélem nem baj, ha használatba is veszem. Nem, Dilis, persze, hogy nem, egyáltalán nem. Az anyák napja ostobaság. Az összes barátom az anyukájával tölti az egész napot, a gördeszkázás pedig dög unalmas egyedül. Köszönöm, hogy meghívott, Trevor. Nagyon kedves öntől. Gyertyafényes vacsora. Apa! Bocsi! Dilis, vigyázzon! Csak semmi pánik, nyugalom. Szépen vonuljunk ki mind az étteremből. Tűz a csupa hal kávézóban. Tűz a csupa hal kávézóban, szaporán fiú! Ezúttal nem téves riasztásról van szó, szem maga a Charlie telefonált be! Vajon hol ütött ki tűz? Penny, Elvis, hozzátok a tömlőket! Én addig leellenőrzöm, nem maradt-e bent valaki. Rendben, Sam! Anya! Anya! Norman, maradj itt! De anya ott van bent, látja? Anyukád már rég ott van, Norman. Norman! Jaj, anya! Annyira megijedtem. Azt hittem, veszélyben vagy. Ó, Norman! Akkor te mégis törődsz velem. Persze, hogy törődök. Te vagy az anyukám. Ne haragudj a gyertyatartó miatt. Hajrá! Indulhat a munka? Vészhelyzet a kiképző toronyban. A tűz miatt valaki fentrekedt az emeleten. Jupiterre és Vénuszra is szükség lesz ezúttal. Kéz és lábtörés! Ne aggódj, baba! Egy-kettőre kiszabadítunk onnan! Vésüljük át a partot is! Várjon csak! Jaj, ne! Nézze a kiképző tornyot! Norman az! Segítség! Tom Thomas hívja Jupitert! Nézd fel a torony tetejére, Sam! Norman Price az! Mi az ördögöt csinálod fenn? Elvis! Tartsd féken a tüzet! Penny, támaszd ki Jupitert és emeld fel a létrát! Semmi pánik, Norman! Sam már is a megmentésedre siet! Na mit mondtam? Éreztem, hogy Norman veszélyben van! Gyorsan, Sam! Szabadítson ki innen! Leesett a kekszem! Juhu! Egy bújócska verseny megnyerése szerinted fontosabb a saját biztonságodnál, Norman Price? Nem, Steel tűzoltó parancsnok. Gondolkodnunk kellett volna, mielőtt elbújunk. De most már hivatalosan is én vagyok a legjobb a bujócskában. Én azt javaslom, otthon bujócskázz egy darabig, rendben? Így van. Meg is ünnepelheted a hidegrántott halfilével, amit 2 órája kellett volna megenned. Rendben, anya. Mi a baj, Elvis? Igen, remek munkát végeztünk. Szegény baba, nem élte túl.
Valójában nem Norman volt az egyetlen, akit kiszabadítottam a torony magas pokolból. Fordulj csak meg! Baba! Te élsz! Oh-ho! Te tényleg egy hétköznapi hős vagy, Sam! Hisz erre képeztek ki, Elvis? Erre képeztek ki? Jaj! Hé, gyapjas! Állj meg! Ez a rossz kapu az autósokra és az állatokra nézve is veszélyes lehet. Állj meg, gyapjas! Gyapjast visszavisszük Price-ékhoz. Megkérjük, hogy vigyázzanak rá, addig pedig felhívom Mike Floodot, hogy javítsa meg a kaput. Jó, kislány, gyapjas. Ezt meg hogy csináltad? Aha, régi juhásztrükk. Jó reggelt, Mike, Sam vagyok. Sürgős munka miatt hívom. A hegyi mezőn elromlott egy kapu. Igen, Mike, pontosan, eltört. Anya! Még meddig? Tudom, hogy a barátaiddal szeretné játszani, Norman, de csúnyán megfáztál, előbb meg kell gyógyulnod. Remek, és most mit szólnál egy bögre langyos tejhez? Jöhet, anya. Jó napot! Ha-ho, tűzoltó szebaz! Gyapjast is magával hozta. Menj be szépen, gyapjas! Ne aggódjon, Sam, vigyázunk gyapjasra. Norman örülni fog, hogy nem kell egyedül maradnia. Tudja, amint Mike Flood megjavítja a kaput, gyapjas is visszamehet a farmra. Köszönöm. Ó, itt nincs legelészés. Jó reggel, gyerekek, a hintó előállt. Jó reggel, Trevor bácsi. Én hátra ülök. A következő megálló Norman Price otthona. Nem fog sokáig tartani, csak egy kis javítás. Ezekkel könnyen kipofozom. Köszönöm a csodálatos közönségnek! Hoppa. Helen, drágám, lehet, hogy nem érek haza ebédre. Jó reggel, Dilis. Norman nem jön? Nem, kicsit betegeskedik Trevor. Jaj, szegény. Jobbulást kívánok. Szerencsés fiú vagy, Norman! Szerencsés. Bárcsak kibehetnék a helyet, hogy itt kuksolok a szobában. Bocs, gyapjas. Agya nem enged ki a lakásból. Néhány perc még nem a világ vége. Sőt, a friss levegő jót fog tenni nekünk. Ó, igen. Ó, azt hittem, hogy a hínár tekercselés az valamilyen szendvics. Jaj, nem, Norman nincs jól, fent van az emeletem. Ki kér egy kis jeges teját? Ez jó lesne. Milyen jó ötlet? Valójában Sam ötlete volt. Ő az agy, én csak a kivitelező. Frissítő zuhany, Elvis? Engem meglehetősen meglep, hogy nem hívták a tűzoltóságot még olyan sokszor ebben a rekkenő hőségben, Sam. A nap borzasztó erősen süt. Ebben egyetértek. Így jó lesz. Már majdnem kész, és még csak nem is lett ragasztós a kezem. Jaj! Ne! Anya! 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 Hülye ragasztó! Anya! Ez az! Ó, ez meg honnan esett ide? Az Norman szobája. Jobb, ha hívok segítséget. Tűz Dilis boltja fölött.
tűz ütött ki Dilis élelmiszerboltja fölött. Mindenki álljon készenlétben! Nekem megint segíteni egy kicsit? Érdekes szirénázó hangja ki most ebből az izéből. Ne haragudjon, Dilis! De el kell hagynia az épületet arra az esetre, ha a tűz terjedni kezdene. Tűz? Milyen tűz? Norman! Hagyd el a szobádat, de azonnal! Képtelen vagyok, Sam! Hozzáragadtam az ajtóhoz! Vagy úgy? Értem. Segítünk! Penny! Hozz egy csavarhúzót! Le kell szerelnünk a kilincset! Már is hozom! A csavar tiszta rózsda, Sam! Meg sem mozdul! Akkor vedd le az egész ajtót! A rockerről öltögét! Hol a telefon? A szám! Tűz van! A tűzoltósághoz! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Sam! Sam! Tűz ütött ki a konyhában! Tűz a tűzoltóság konyhájában! Ó, a csodába! Zárd el a gázvezetéket, Elvis! Gázvezeték elzárva! Elvis Kriglinton, mindig tartunk egy poroltót közvetlenül a vészkijárat mellett. Elnézést, uram, teljesen berezeltem. Mi lett a gulyásomból? Ó, oh. Kissé túlfőzted a vacsorát, Elvis, de rá se ráncs. A tűzoltók általában eloltják a tüzet, Kriglinton, és nem szítják, főleg nem a tűz megelőzés napján. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Van itt valami, amiből következtetni lehet. Aha! Ez a papírrepülő talán elárulja ki is a valódi tettes. Á, tényleg. Ez egy levél. Egy név is áll rajta. Kedves Steel tűzoltó parancsnok. Steel tűzoltó parancsnok? Maga volt az? Nem, még mit nem. Norman volt az. Norman Price. Sajnálom, baleset volt. Csak olyan embert kerestem, aki legalább annyira szereti a papírrepülőket, mint én. Értem. Nem ártana egy-két szót váltani a legénnyel, Sam? Mondja el neki, mi ilyenkor a helyes viselkedés. Remek ötlet, uram. Ó, szegény Norman. Valószínűleg csak baleset volt. Remélem, a parancsnok nem lesz túl szigorú vele. Te csak ne aggódj emiatt. Steel tűzoltó parancsnok és Norman biztosan jól megértik majd egymást. A papírrepülőkkel kapcsolatos első szabály, hogy gondosan nézd meg, hova dobod. És most ezt a rukfencet figyeld! Klassz! Ezt a manőver támadó orsónak hívják. No hát! Ezt hogy csinálta? Húzd hátra a karod! Oda néz, hogy repül! Men! Gyertek ki! Vissza kell indulnunk, különben a dagály körbevesz minket! Segítséget kell hívnom! Talán a szikla tetején meglát valaki! Tudtam, hogy nincs is dinoszaurusz! Pedig van! Csak ügyesen tudnak elbújni! Ennyi az egész! James! Mi az? Árad a víz! Csapdába estünk! Ne! Igen, néhány órája láttam őket. Szerintem a partra indulhattak. Nos, nem jöttek vissza. És épp most van dagály. Megyek és hívom tűzoltó szemet! Ó, oh, James, Sarah és Norman eltűntek.
a csodába! James, Sara és Norman mindhárman eltűntek. Utoljára a parton látták őket. Riassza a hegyi mentőket, uram! Tom keresse őket a levegőből, én és Penny pedig majd keresünk a vízben. Látom Sarát, körülbelül 500 méterre van tőlem az északi öböl sziklái. Kösz, Tom! Mi is látjuk! Semmi baj, Sara. Foglak! De hol van James és Norman? Bementek a barlangba. Nem tudom, sikerül-e kijönniük onnan. A barlang bejáratát elárasztotta a víz. Segítség! 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 James, nézd! Valami úszik a víz alatt! Ah, ez egy tengeri szörny! De Norman, nem is létezik tengeri... Oh, Penny! Hello, fiúk! Norman, gyere vissza! Csak Penny az! Tudtam! Ne féljetek, most már nem lesz baj. Kiviszlek innen. És velem mi lesz? Mindjárt visszajövök érted. Kapaszkodj belém, James! Ó, hideg a víz! Semmi baj, James. Most már megindult az apály. A víz szintje süllyedni kezd. Nem jó irányba megyünk. Ez a hely egyáltalán nem ismerős. Nézd csak rám! Sokkal jobb a tájékozódó képességem, mint a tiéd. Most teljesen mindegy, miben melyikünk a jobb vagy a legjobb. Eltévedtünk. Igen, igazad van. De hogy találhatnánk vissza az útra? Nos, keresünk olyan dolgokat, amiket idefele láttunk, és kövessük azokat. Például azt a nagy követ kezdésnek. Bronwyn, az ikreknek maradt nálad bármi holmi, ahogy radar szagmintát vehessen? Csak az esőkabátjuk. Ha. Tessék, radar, szagol csak, szagol. Gyerünk, radar, muszáj. Meg kell találnunk James-t és Sarát. Jó kutya. És a helikopter! Tom! Hú! Ez az a kő, amit idefelé találtál. És ott van a kút! Megtaláltuk az utat! Kutyaugatást hallok! Sam! Sam! Annyira aggódtam, hogy belétek csapott a villám. Ne haragudj, hogy így lemaradtunk, anya. Nem láttuk, merre mentél. Mert annyira el voltatok foglalva a versengéssel. Ez az oka. De összedolgoztunk, hogy megtaláljuk az erdőből kivezető utat. Sam pedig segített. Ahogy radar is, ezt ne feledd. Na, mit szóltok? Nem is ugrált. Meggyógyult. Tudtam, hogy elég bátor ahhoz, hogy tűzoltó kutya legyen. Hoztam neked egy szuvenírt, Sam. Pontosabban ketten hoztuk. Ezt már szeretem hallani. Nincs több versengés. Fogadok. Én jobban kibírom, hogy ne versengjek veled mindig. Nem. Én bírom jobban. Csak viccelünk. Éles hang szól, baj van ám. Tűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem, len a mélyben vagy hegyen, hogy helyet itt jön szem, a tűzoltó.